Korszerűsítettek és felszereltek 3 tanműhelyet a csíkszeredai Kós Károly szakközépiskolában, hogy biztosítani tudják a leendő szakmunkások megfelelő felkészítését. A beruházás anyagi hátterét a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága biztosította. Eszközbemutatót tartanak a csíkszeredai Kós Károly szakközépiskola diákjai. Ez a fiú épp 2 részcső összeillesztésén dolgozik, azokkal az eszközökkel, amelyek a napokban érkeztek meg a tanműhelybe. Tanáraik mellett Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár figyeli tevékenységüket. A politikus elmondta, a tavalyi szakképzés évében összesen 500 millió forintot tudtak felhasználni, ennek keretében a Kárpát-medence több mint 30 szakközépiskolája részesült támogatásban. Ez a fejlesztés, amit itt láthatunk a Kós Károly szakközépiskolában, 14 millió forintból került, ez még a tavalyi összegből került elköltésre, az idén is egyébként a szakképzés évére van 500 millió forintunk. Különböző inkább faiparhoz kötődő eszközöket, gépeket vásároltak ebből. A kőműves, a vízgázszerelő, valamint az ács, asztalos és parkettázó szakmákat ezentúl korszerű eszközökkel felszerelt tanműhelyekben sajátíthatják el a csíkszeredai iskola diákjai. Sikerült olyan felújítást végezni, amivel most már minden szakmát állítom azt, hogy megfelelő szinten, túlzás nélkül megfelelő szinten tudjuk állítani. Nem túlzok ebben, mert ennél még több van azért, tehát nem nem látjuk az összes anyagot, szerszámkészletet, amit az építőiparban használnak, de ezzel már a gyerek olyan szakmai tudásra, képességekre tesz szert, amivel munkába állhat. A műhely látogatások során elhangzott, a székely szakmunkások a munkaszeretetüknek köszönhetően mindenhol megállják a helyüket, de a legfőbb érték az lenne, ha idehaza tudnának érvényesülni.